Nagyon örülök, hogy elfogadta meghívásunkat Jakab István, aki a Viva Natura televízió vezetője és a Viva Natura World szellemi nagykövete. Ez nagyon tetszett, amikor ezt a megfogalmazást kaptam tőled, István. A témánk az éber tudatosság receptjei. Arra kértem Istvánt, hogy beszélgessünk arról, hogy mit jelent az, hogy tudatosság. Mert azt hiszem, sokan ezt félreértik. Nem azt értik ezek a szavak alatt, amit mi gondolunk, hogy kellene, hogy értsenek. És erre egy kis vetítéssel egybekötött beszélgetést gondoltunk, pontosabban István gondolt, és gondolom más is hozzászólhat majd a végén. István, átadom neked a szót. Jó, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy jó érzés volt, hogy Szegeden ennyi VNTV néző van. Ez nekem külön nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sok szeretettel fogadtatok, és valóban ezért csináljuk. És mindenkinek elmondtam, hogy mi nem adunk az égvilágon senkinek semmit, nem osztunk észt, hanem nyitogatjuk a kis ajtókat. És ezek az ajtók, ezek bennetek vannak a szívetekben, a lelketekben. És így hát ezek az emberek mondanak nekem valamit, de hát ezt én is tudom. Hát ez itt van bennem, ez mindig is bennem volt, de hát ha ő is tudja, akkor én is tudom. Tehát nem mi beszélünk abban a tévében, hanem ti kezdtek el magatokkal beszélgetni, és megnyílik az az új világ, amiről ma szeretnék veletek beszélni. Hogy mi az éberség, mi a tudatosság, erre elég sok elképzelés van, sok nézet van. Igaziból azt mindenki tudja, hogy itt valamilyen változás van, hogy most volt-e 2012-ben világvége, hogy mi volt annak a világnak a vége, csak azt érezzük, hogy valami elkezdődött, és ami elkezdődött, az nem máshogy kezdődött el, hanem bennünk. Tehát a környezet, amiben most élünk, az nem más, mint amit az elődeink a gondolataikkal teremtettek. És most itt van egy nagy feladat és egy lehetőség, hogy megemelkedett a rezgés szint, azt mondják, hogy a summa rezgés is, ami a Földnek az alaprezgés szintje, elkezdett fölfele elmozdulni, és gyakorlatilag ezt a megemelkedett rezgés szintet nagyon nehezen tudjuk abból az aspektusból elfogadni, megélni, ami tulajdonképpen a földi létezésünkhöz és az eddigi gondolkodásmódunkhoz kötött. Az anyag mindenhatósága, ami a kapcsolatainkra jellemző, a pénzhez való viszonyunk, az élethez való viszonyunk, ezek mind megkötnek. Van az a pénz, amiért eladták itt emberek a lelküket. Hát ahhoz, hogy az ország ide került, egy éber tudatos ember társadalom sose tette volna azt meg a többiekkel, amit itt emberek megtettek. Ez az ő dolguk, ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Amivel viszont nekünk kell foglalkoznunk, hogy ebben az új megemelkedett rezgés szintben alkalmazkodjunk. Képzeljétek el, ez egy olyan dolog, hogy beteszek egy tojást a mikrohullámos sütőbe. Bekapcsolom, és ez fölrobban. Amikor egy magasabb rezgés szinten elkezdünk gondolkodni, érezni, akkor ha nem tudunk ezzel a rezgés szinten együtt élni, akkor egyszerűen idegesek, feszültek vagyunk, ingerültek vagyunk, dühösek vagyunk. Ez a düh, ezek a megmagyarázhatatlan dolgok, ezek még mind azok a kötöttségeink, amik vannak, amiket hoztunk magunkkal. Mi a mi óriási lehetőségünk? Ugye azt mondjuk, hogy a földi, az anyagi valóságot kell elhagynunk. Mi az, amit elvettek a magyarságtól? A földet, az anyagi jólétet, az anyagi biztonságot. Mi az, ami most emelkedik? Mi a túlélés receptje? Azok a túlélők, akik legjobban képesek a jelenlegi változott körülmények között alkalmazkodni. Mi erre tökéletesek vagyunk, hiszen az elmúlt 2000 évben megtanultuk, mint örök vesztesenként, ritkán volt csak ilyen pillanataink, amikor nem ez volt, hogy emelkedtünk, és örök vesztesekként mi örök túlélők voltunk. Ebben a mostani világban, amikor az anyag kezd lesüllyedni, és mindenki elkezd a lélekről beszélni, miért kezdünk el ennyit a lélekről beszélni? A lelki ismeret az semmi más, mint a lelkünk ismerete. Ha a lélek elkezd kiszabadulni az anyag fogságából, akkor azt jelenti, hogy egyszerűen már ami idáig az anyaghoz, a sárhoz kötött, az már nincs hatással ránk. De nem lehet úgy a szárnyainkkal az eget szántani, hogy közben az órunkkal még a sarat túrjuk. Tehát ezt a kettősséget kell valamilyen módon feloldani, és higgyétek el, saját példából tudom, minden, amihez ragaszkodunk, bármi az életben, az elpusztít bennünket. A következő nagyon fontos dolog az elengedés.
Nem kapcsolatokat kell elengedni, nem a anyagi javainkat kell elengedni, a ragaszkodásunkat kell elengedni. Azt látjuk, hogy olyan gyorsan változnak a dolgok a mai életünkben, hogy egyszerűen nem vagyunk képesek rá reagálni, fölgyorsultak az események a világban, az életünkben is. Igen, ám hogy lehet ezt lekezelni? Hogy lehet ezt a dolgot elfogadni, megérteni? És akkor most elkezdünk az éberségről és a tudatosságról beszélgetni. Nézzük meg, hogy milyen kihívások vannak. Emlékek. Milyen emlékeink vannak? Attól a pillanattól, hogy megszületünk, elhozzuk DNS szinten azokat az üzeneteket, amelyet az elődeink, az őseink hordoztak, beletették a DNS-be, és mi ezt megkapjuk. Ezt hívják epigenetikának, egyre többet foglalkozunk velük, hogy miért kapjuk ugyanazt a sorsüzenetet, amit a nagyszüleink, szüleink hordoztak magukkal. Attól a pillanattól, hogy megszületünk, elkezdünk hitrendszereket építeni. Amikor anya nem ad enni, akkor elkezdünk sírni, és tudjuk, hogy ezzel a sírással kiváltjuk azt, hogy kapjunk cicit, kapunk tejet, és minden szép dolog. Amikor kicsit nagyobbak vagyunk, tudunk, hogy mosolyogni kell, mert akkor lesz a környezet, ami elfogad bennünket. Abban a pillanatban, amikor először lehülyéz a tanítónéni, mert az óbetűt azt kerekre írtuk, vagy laposra, akkor kialakul a hitrendszerünk mindenféle félelmekkel. Most, hogyha én elkezdem ezt megnézni, hogy hány ezerféle ilyen hitrendszerünk van, akkor azt kell mondanunk, hogy szinte már, amikor azt mondják nekem, hogy mu, akkor már nem tudom, hogy én ettől miért vagyok boldog, vagy miért vagyok ideges, mert a tudatalatti mind tele van olyan berétegződött hitrendszerekkel, gyökerekkel hívjuk így őket, amit egyszerűen nem tudunk letenni, és nem tudjuk, hogy mi ez az egész. És akkor most jön a jelenlegi világunknak a felelőssége. Mi ez a felelősség? Annyira felgyorsult és tömény lett azoknak a dolgoknak a rendszere, amire mi nap mint nap reagálunk. Nézzétek csak meg, hogyha a villanypásztor elé beültök, akkor minden híradó elején van egy sóvárgás, hogy mit tudom, mindenki milyen gazdag, aztán van egy félelemkeltés, hogy Józsi bácsit megverték, és van egy gyűlöletkeltés, hogy mit csináltak megint velünk vagy másokkal. És ezek mind a mi reakcióink. És addig, amíg minket ezeket a reakciók alapján meg lehet vezetni, addig mindig ezek a nem tőlünk való dolgok, mert ezek nem a mi dolgaink, hanem csak a reakcióink, elvisznek minket minden irányba. És mi nem ott vagyunk, ahol a hitrendszereink rángatnak bennünket. És az, hogy mi az éber tudatosság, az ki fog derülni, amikor rájövünk, hogy milyen módon nem reagálunk dolgokra. Most ezt a semlegességet fölvenni a legnehezebb egy olyan nép, egy olyan nemzet fiainak, aminek rengeteg kihívás és sérelem volt az életükben. Pedig az előbb megtanultuk, hogy minden, amihez ragaszkodunk, az elpusztít bennünket, és ez igaz a haragvásra és a gyűlölködésre is. Csak az a túlélő, aki ezeket le tudja tenni, és valamilyen ponton megtalálja a középpontot az életében, és tovább tud menni. Nézzük meg egy kicsikét, hogy miket is szedtünk össze. A szeretet energiájának a befogadása és kisugárzása. Mi a fenn az a szeretet energia? Annyit papolnak nekünk a szeretetről, elmegyünk a templomba, azt mondják nekem szeretlek, de közben hátulról kapsz egy nagy totkos tőle. A szeretet, azt ne keverjük már össze azzal a földi duális érzéssel, ami két ember között lehetséges. A szeretet energiája tulajdonképpen az nem más, mint a vákum térben lévő fekete fény, és ezt mindjárt megértjük, mert nagyon bonyolultnak tűnik a dolog. A teremtés az arról szól, hogy van egy óriási nagy információs halmaz, amit köröttünk van, amit úgy hívunk esetleg, hogy a nagy közös tudattalan. Ez a végtelen információ halmaz, akár hívhatjuk Istennek is. És a gondolat, az kiszakít ebből egy formai alakzatot, és abban megjelenik arra a formára jellemző fény, mert minden fényből van. És abban a pillanatban, hogy ez megjelenik a mi valóságunkban, akkor már tudjuk érzékelni. Ez a mi duális rendszerünk, ahol már van fény és árnyék, de van a fénynek egy olyan tartománya, ez a tiszta szeretet állapota, aminek még nincs árnyéka. Nagyon nehéz fölfognunk, hogy van olyan fény, aminek még nincs árnyéka, de ez a kiindulási pont. És ez a tiszta fény az, ahová tulajdonképpen mindnyájan igyekszünk. Szeretnénk újból ebbe az állapotba eljutni, amikor már az érzelmeink nem rángatnak sehova. Ez az újfajta lény, aki most már itt van, kialakulóban van, de próbál megkapaszkodni, és mindent újból megteremteni ebbe az új világában, mert a régi dolgokat már nem tudjuk alkalmazni. Minden, ami a régi dolgainkhoz köt,
azzal nem tudunk mit kezdeni. Az új világba, ebbe az új dimenziómba, és nem is jó szó ez a dimenzió, mert ez is még mi vagyunk, ki fogjuk alakítani azokat a játékszabályokat, amik hozzánk kötnek. Az itt és mostban létezés. Ez Eckhart Tollénak tulajdonképpen egy nagyon fontos gondolata, de ha belegondoltok, hogy mit is jelent ez, abban a pillanatban, hogy elkezdek azzal foglalkozni, hogy engem megbántottak, elvették a földemet, szegény édesapámat idéztem most, és egyszerűen nem tudott ettől a hitrendszertől megszabadulni, hogy ő azért szerencsétlen az életében, mert tőle mit elvette, és én nem tudtam neki mindig azt mondani, hogy apa, most nem vagy ott, nem tudsz mit csinálni. Vagy azt, hogy Úristen, hogy mi lesz velem, hogyha holnap kirúgnak a munkahelyemről, vagy jön a bank, vagy bármit csinálsz. Nem vagy ott sem. Nem tudsz tudatos lenni sem a múltadban, mert már megtörtént a dolog, sem a jövődben, ami még nem történt meg. Te egyetlen egy szituációban tudsz tudatos lenni és meghatározni, mit csinálsz. Ez az itt és a most pillanata. Amikor lépsz az utcán, megtapasztalod a talpadnak a lépését, észreveszed azt a környezetet, ami körülötted van. Hányszor mész végig ugye egy gyönyörű füves mezőn, vagy egy gyönyörű erdőbe, hogy nem is emlékszel az erdőre, mert a gondolataid folyamatosan ott zakatoltak a fejedbe, és nem a mostba voltál. Na most, hogyha mindig megtanulod, hogy a mostba legyél, és ne úgy higgyétek el, hogy ez mindenkinek úgy megy, hogy állandóan a mostba van, de egy nap először 2 percet vagy a jelenben, hogy látod, hogy mi az a világ, ami körülvesz, 3 percet, 1/4 órát, 1 órát, akkor már egyszerűen az elméd abban az időszakban nem befolyásolta a cselekedeteidet. És amikor ez kiteljesedik benned akár egy pár órára, akkor nyugodtan tudod már, hogy mit hívnak megvilágosodásnak. A megvilágosodás nem egy nagy dolog. A megvilágosodás az, hogy jelen vagy. És akkor tudsz csak jelen lenni, amikor az éberséged, amikor jön a gondolat, hogy Úristen, ezt kéne csinálnom, vagy ez történt velem, vagy bármire reagálsz, elmondod magadnak, hogy itt és most vagyok. Se akkor ott nem vagyok már, ott meg még nem lehetek. Ezt nagyon könnyű így elmondani, de egy pár év gyakorlással, és ezt higgyétek el, nagyon sok fiatal van itt még, tökéletesen megoldható a jelenben lenni. Ahhoz, hogy a gondolataink egyébként megfelelőek legyenek, először is a testet kell megtisztítani. Csak a megtisztult testben szépülhet a lélek. Most képzeld el, ha minden nap a testedet taurinos italokkal, ajzószerekkel, nikotinnal, barna löttyökkel, tartósítószerekkel, színezékekkel, méltatlan táplálékokkal töltöd fel, akkor te, amit az emésztő rendszeredből magadévá tudsz tenni, ez nem más, mint az az alacsony rezgésszint, amit ezek az élelmiszerek hordoznak. Ne akarjál akkor óriási parnaszosokat repülni, ne akarjál magasságokba óriási gondolatokat teremteni, mert nem tudsz, mert a tested le fog oda húzni, amilyen táplálékokat teszel. Az étel olyan, mint a zene, hogyha tetszik a testednek, akkor táncolnak a sejtjeid. De ha nem, akkor fáradtan vonaglanak. Ezt gondoljátok végig, hogy mi sejtszinti tudatosságú emberek vagyunk, ahogy elfogadjuk Einstein relativitás elméletét, mi az univerzum lenyomata vagyunk, mi a földanyának a gyermekei vagyunk. Tehát ahogy lent úgy fent, bennünk ugyanazok az események játszódnak, mint a földanyában vagy az univerzumban. Tehát ha egyetlen egy sejtet nagyon rosszul érzi magát, akkor ez azt jelenti, hogy az egész emberre hatással van. Ma már ismerik azt a fogalmat az orvosok, pszichológusok, hogy bél agy. A belünknek ugyanolyan tekerződései vannak, mint a belünknek, és sokkal több idegszál fut a bélből fölfele, mint az agyból lefelé. Nagyon érdekes dolog ez, de a halál és az élet a belegben lakozik, és minden onnan irányuló gondolat a sajnálatos módon meghatározza a valóságodat. Mert az a te valóságod, amit te teremtesz magadnak, és ez egy nagyon összetett dolog, a testet tisztáztuk. Helytelen családi minták gyógyítás. Az előbb volt egy kis felütés, hogy a Heilinger-féle családállításról biztos hallottatok, hányan voltatok már esetleg. Hoppá, ez egy nagyon tudatos közönség. Gyakorlatilag el nem hiszük, hogy az őseink, a nagymamáink, heted iziglen milyen módon befolyásolják az életünket, a hitrendszereinket. Erről mi nem tudunk már. Én nem tudom, hogy a nagyi mit követett el nagypapával. Nem tudom, hogy én miért reagálok úgy, hogy én állandóan megfelelési kérszennybe vagyok. Miért nem hiszem, hogy engem szeretni lehet. És amikor le tudod tenni azt, hogy mi történt, és így visszaadod, mint egy nagy téglát, hogy köszönöm a tiéd, ezt vitte tovább,
annak a szellemi entitásnak a képen a családállításban ott szerepel, úgy érzed, hogy kövek gördülne felólad. Amíg nem tudjuk, hogy a tudatalattinkban milyen sérüléseket hordozunk, amíg ezt nem tudjuk kitisztítani, addig csak mindig ezeknek a marionett figuráiként rángatózik az életünk, és nem tudjuk, hogy miért, mire reagálunk. És ott az éber tudatosság se tud segíteni, mert ez mind-mind biokémia. Amíg egy képre, ami egyébként teljesen semleges, hogy mit tudom, én is piros színben vagyok, de a bika ettől ideges, igaz? Mert az ő agyába be van állítva valamilyen piros színre. Amíg én nem tudom, hogy mitől, mire reagálok egy bizonyos szituációba, addig ki vagyok szolgáltatva azok az eseménynek. Igenis föl kell ásni a lelkünk legmélyebb bugyrait, és ott megtaláljuk azt, hogy mi, mikor, mire reagáltunk. És ebből egyik ez a családi, epigenetikai dolog, hogy ezt való el tudjam helyezni, egy angliai kísérletet mondok el nektek. Van egy család, ahol lesz egy árva gyerek. Végig követhető a családfa, soha nem volt egy rákos sem, tehát nem volt rá jellemző. Örökbe fogadják ezt a kis gyereket egy olyan családba, ahol viszont a nagymama, a nagypapa, anya, apa mindegy idő múlva rákosként halt meg. Miért is, ha bár tudjuk, hogy a rák nem fertőző, ez a gyerek, aki bekerült ebbe a családba, abba a fajta hitrendszerbe, gondolati körbe, ami azokat megbetegítette, ő is átvette magára, és ugyanebb a betegségben szenvedett. Ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy mindig milyen közösségben, családban élünk. És tehát amikor tovább megy egy betegségi lánc egy családon belül, akkor nehogy azt higgyétek, hogy ez genetikai, hanem mentális dolog. Még egy. A pszichoszomatikát már egyre gyakrabban használják. A placebót az 1910-es évektől fedezték fel, amikor egy kis C-vitamin bekapott valaki, látta, hogy az orvos, az a fantasztikus fehérköppenyes megbízok benne, és ettől a hittől elkezdtek gyógyulni. Ugyanennek a fordítottja a nacebo, amikor elmész az orvoshoz, és azt mondja Kovács Doki, hogy hát Amálka néni, a maga leleteli a tumor markere, magának 3 hete van hátra. Ugyanúgy 3 hét múlva megöli ezt az embert, mert a hit, ahogy gyógyítani tud, a negatív hit ugyanúgy tud pusztítani is. És lássuk be, hogy mi így működünk. Nem tudunk ettől szabadulni, mindaddig, amíg nincs saját önálló álláspontunk, és meg nem szabadulunk azoktól a hitrendszerektől, ami folyamatosan befolyásolna. Elkülöníteni az ego hangját a belső hangtól. Na, talán ez a legnehezebb dolog. Amikor itt ültök, és látjátok, hogy ez az ember itt beszélget hozzátok, és már némelyikük nyomott egy ásítást is, mert úgy nagyjából tetszik, amit mond, de még nem ért el oda, ahova szeretnétek, hogy elért volna. Na ez az állandó daráló, ami ott van, ez a mókuskerék, aki mindenre reagál, és ő azt állítja magáról, hogy ő vagy te. És itt jön a legnagyobb csúsztatás, hogy te nem vagy azonos a benned élő gondolkodóval. És hogy ezt a dolgot én szeretném ma itt veletek tapasztalati szinten megélni, az előadásom utolsó negyed órájában találkozni fogtok önmagatokkal. Amikor nem a gondolkodóval fogtok találkozni, hanem azzal, aki itt bennetek lakik. Tudom, hogy hihetetlen a számotokra, a végén beszéljük meg, hogy hányan tudtatok találkozni azzal, aki valóban vagytok. A jelenben beszéltünk az előbb az itt és most megélése. Szerintem ezt is éreztük már, életminőség, adalékanyagok, érteztük, oltások, biológiai fegyverek. Ezt mindenkinek el kell tudnia dönteni, egy óriási társadalmi vita gerjedt, és ehhez mi is nagyon sokat hozzátettünk, hogy a szülő, aki legjobban szereti a gyermekét, az hagy dönthesse már el, hogy ő oltatja vagy nem oltatja a gyerekét. Nem azt kérjük, hogy ne legyen kötelező az oltás, legyen szabadon választható. A 40%-os oltási arány már biztosítja azt az emberiségnek, hogy az átoltottság meglegyen, akkor az 1-2%, aki tudatosan tudja, hogy mik azok a nehéz szémek, mik azok a hormonális problémák, ami egy oltott gyereknél előfordul, hogy el tudja dönteni, hogy ő akarja vagy nem akarja. Itt van az HPV, ha VNTV-t még nem néztetek, nézzétek meg Ébert Jenő riportját, hogy a HPV sokkal többet árt a meddőségnek a kiváltó oka a következő évtizedekben, és ezt egyszerűen nem kommunikálják le. Most ne foglalkozzál, csak írt föl, hogy Ébert Jenő HPV a VNTV-n megnézhető. Tévénézés. Az előbb elmondtam, hogy milyen módon ott is manipulálják a hitrendszereteket. Ráadásul a tévé alatt van már egy speciális, nagyfrekvenciájú
téta hullámokon dolgozó programozó rendszer, amiben az agyatokba folyamatosan a félelmet és mindenféle marhaságot képesek beültetni. Nem kell tévét nézni. De hát ezt nem én mondom el nektek először, de még az X-Factor, meg a sorozatok, meg a jóisten tudja mi bennetek van, azokon keresztül ugyanúgy lehet manipulálni benneteket, és maga a tudatosság és az éberség ezen keresztül szépen alszik. Menjünk tovább. Oktatási rendszer. Az oktatási rendszert úgy alakították ki, hogy aki egy kicsit kilógna, azt leverik, aki egy kicsit meg butább lenne, fölhozzák, de az egyéniséget tanulni nem tanítják meg a gyerekeket, nem tanítják meg az életre, nem tanítják meg, hogy kell egy bankszerződést átolvasni, hogyan kell egy vállalkozást elkezdeni, hogyan kell egy szituációt kezelni, ami az életét ketté törheti, hogyan lehet egy párkapcsolatot kiépíteni, hogyan lehet szeretve lenni, hogyan lehet bármit csinálni. Erről semmit nem tanítanak a gyerekeknek, az életre nem tanítják meg őket. Amit tanulnak, meg a nagy része, az haszontalan. Ezt nagyon jól tudjuk. Egyre több ember nem akarja, hogy a gyereke iskolába járjon. Vientében úgy szintén vannak már olyan gyerekek, akik nem jártak iskolába, mégis zseniálisak és meg tudják az életüket csinálni. Ez az újfajta tudatosságnak egy része, de nem az a cél, hogy senki ne jön iskolába, az iskolák legyenek olyanok, hogy ott az embereket tanulni tanultsák meg. 1927-ben Szent Györgyi Albert jelentette ki, hogy olyan iskolát képzel el magának, ahol megtanítanak tanulni, és nem az, hogy minden hülyeséget a fejembe vernek. És látjuk az ő egyedi példáján, hogy történt. A stressz és következményei. Talán a stressz, ami igazából az elmének egy nagyon durva játéka velünk szemben. Kétféle stresszt különböztet meg Selye János, a negatív stresszt és a pozitív stresszt. A negatív stressz, ugye amikor az őserdőbe kergették őseinket, és üs vagy menekülj volt a szituáció, általában a futásban az összes adrenalin stresszhormont képesek voltunk feldolgozni. Ma a stressz az mentális, és ezek a stresszhormonok ott vannak bennünk anélkül, hogy fel tudnánk őket dolgozni. Ez egy állandó görcs, rángatás, amely tudatalattiban egy állandó félelmet hoz, amiből nem tudunk szabadulni. A stressz oldásának két dolog, amit tud segíteni. Az egyik az, hogy megfigyelem, hogy mi a stresszfaktor, mert soha nem más idegesít föl engem, mindig magam idegesítem egy feloldalon. Ez egy óriási nagy törvény, ezt tanuljátok meg, hogy nem az anyósommal, nem a menyemmel van a bajom, hanem nekem valami olyan tükröt mutat, amitől halálosan ideges leszek. És akkor innentől fogva magamon kell dolgozni. És ugye ez fajta hitrendszer kapcsol be megint ez a testembe, amire én reagálok. És a dolgokra nem reagálsz, és megnézed, hogyha ez mellett én elmegyek, akkor mi fog történni? Akkor a súlyokat emelgetek egy nagyon kis dolog miatt, ami viszont látom az életemben, hogy nem feltétlenül okoz nekem bármiféle változást. Ezt mindig utólag látod csak. Nincsenek olyan súlyok, itt vagy ma is, megoldottad a problémát, van hol laknod, stb. Az életben mindig egy dolog biztos, és ez a változás. És higgyétek el, ami ebben a pillanatban úgy érzitek, hogy óriási teher a számotokra, vagy nagyon jó, mert ugyan itt a másik véglet, minden dolog megváltozik. A változás, higgyétek el, ami nagyon rossz, az holnap lehet nagyon jó, de ha beleragadsz abba a nagyon rosszba, hogy neked mindig nagyon rossz, akkor úgy is lesz. Hát itt a mentális programozás, amivel el tudod intézni az életedet. Menjünk tovább kicsit. Áldozat mindenki, aki nem képes szabadon dönteni, az itt és most inspirációjának megfelelő nyugalommal. A megvilágosodott harcos egyik főismérve azt teszi, amit a benső hang diktál számára, nem többet és nem kevesebbet. Na most akkor megint elérkeztünk arra a belső pontra, hogy ki a belső hang. Hol vagyok én? A gondolataim vagyok én, amit tanultam az iskolába, anyától kaptam, apától kaptam, a barátomtól kaptam. Ez ott jár a fejembe, hogyha nem ezt csinálod, akkor nem ez fog történni, akkor ez fog történni, amaz fog történni. És nem is látod azt a belső lényedet, aki van. Nem tudsz kapcsolatot teremteni a belső lelkeddel, nem a szívedből döntesz, hanem egyszerűen mindig a fejünkről döntünk. Mindig megvan az az érdekrendszer, amit elfogadom, hogy ez miatt döntöttem, mert ha nem ezt teszem, akkor ez lesz, meg ez lesz. Az elme mindig meg tudja magyarázni. Sokszor érzed a döntésednél, hogy itt a szívednél, a gyomorszájodnál viszont van óriási nagy ellenállás van. Na az a te belső lényed, ami csak így reagál, csak egyszerűen nem hallod és nem hallgatod meg őt, nem tudod, hogy mit akar ő ezzel kihozni az életedben. Pedig, amiről beszélgetünk, a lélek felemelkedése pontosan az, hogy az elmédet elcsöndesíted, és a belső hangodra, az intuícióidra
hallgatsz, és amikor a cégből képes vagy dönteni, akkor megkapod a segítőjétől az utadat. Na most a döntéseink, ez is egy nagyon paradoxon dolog, mert akármilyen hülye döntést hozol, a segítőid abban fognak segíteni. Ha te kötélért kiáltasz, akkor kötelet fog a kezedbe adni. Ha zsebkendőért kiáltasz, akkor zsebkendőt fog a kezedbe adni, és akkor bőghetsz egész nap. Egyébként nem olyan rossz dolog az, mert a feszültségeket kisüti. A döntéseket mindig te kapod. A felső éned az csak vezetget, ott vagy a mezei úton, amit beszéltünk, és nem látod meg a virágot, mert az elmédnek a képeit látod. Mindig ott van előtted a megoldás, de amikor tiszta szívvel kezdesz élni, akkor megtaláld ezeket. És higgyétek el, hogy én most nem a mesekönyvet olvasom föl, hanem egy olyan valóságot szeretnék nektek elmesélni, amihez volt szerencsém megélni az elmúlt években, és azt is tudom, hogy ebben a teremben már nagyon sok olyan ember ül, aki ezen az úton jár már. Látom a reakciókból, az érzéseitekből, és mindig megpróbálom úgy vezetni a gondolatokat, hogy hogyan reagáltok rá. Menjünk a következő képünkre. Ugye sokan hallottátok már, de tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy sohasem tudsz megoldani egy problémát azon a tudatossági szinten, ahol létrehoztad azt. Tehát ha én folyamatosan azt mondom, hogy ezt nem tudom megoldani, mert ezt nem tudom, úgy is lesz. De kicsit távolról tudod azt a dolgot nézni, kicsit másabb, nagyobb perspektívából mindig van egy nagyobb dimenzió. Gondoljátok csak meg az életetekben, hány ilyen szituáció volt, amikor el tudtátok engedni, kicsit adtatok időt neki, elengedtétek a kapcsolatot, akkor ez működött. Abban a pillanatban ragaszkodtok hozzá, összeszorítjátok, és semmi nem marad a kezetekben, csak egy pár szett csepp morzsa, amiből még a madarakat se tudjátok megetetni, amit meg akartatok fogni, az egyszerűen kihullott a kezetekből, és nem működött. Tehát minél jobban ragaszkodsz valamihez, annál kevésbé van esélyed, hogy ezt meg tud önmagadban valósítani. Egy mondatot szabad szólni? Hogyne, persze, természetesen. Én most a jelenben voltam. Igen. Figyeltelek téged. Hogy én azt tapasztaltam, hogy most a mostani időkben ez olyan roham tempóban jön. Tehát ez, hogyha nem engeded el, akkor egyből kapsz egy pofont, ha meg elengeded, akkor minden folyik a maga útján és megoldódik. Megoldáscentrum, hallottátok? Tehát, hogy a rezgés, ugye azt jelenti magas rezgés szint, hogy egyre gyorsabban haladnak az események. Tehát minden szinten, társadalom szinten, az életedben olyan bebetonozott kapcsolatok hullnak szét, amire rátetted az életedet, és rájössz ebbe az évbe, hogy mindenki, akihez tartozol, az megjön az életedbe, és mindenki, aki nem odavaló, az eltávozik az életedből. És hogy nézel nagy szemekkel, szakadsz meg a szíved, hogy Úristen, akkor én ezt azt hittem, de nem úgy van, és ezt mit kell csinálni, csak megfigyelni kell, nem kiakadni, mert soha nem történik olyan dolog, ami nem téged szolgálna. Akármennyire hihetetlen a nagy pofonokat is azért kapjuk. A nagy következő. A kapcsolatok nem azért vannak, hogy boldogá vagy boldogtalanná tegyenek, hanem azért, hogy tudatossá tegyenek. Hogy egyszerűen tanuld meg, hogy mi volt az abban a nőbe vagy férfibe, ami belőlem hiányzott, és így ragaszkodtam hozzá 10 körömmel, hogy ha azt birtokoltam, akkor én úgy éreztem, hogy én akkor egy vagyok. És mit kell ebből tanulni? Az, hogy akkor vagy alkalmas bármiféle kapcsolatnak a megélésére, amikor te önmagaddal egységbe vagy. És amikor önmagaddal egységbe vagy, olyan leszel, mint egy világító torony, egyszerűen fénygyullad benned, és ez most nem egós dolog, hanem elkezdenek jönni feléd, és akarják azt az energiát, azt a fényt, ami te vagy. És közben nem téged néznek, hanem ő ugyanilyenné kezd válni. És amikor egy kis közösségben egyre több ilyen ember kezd egységben lenni, na akkor az a pont, amikor azt mondjuk, hogy a kritikus tömeget átléptük. És amikor kritikus tömeget átléped, akkor a nagy tömegek ezt azonnal elkezdik érezni, és már ugyanaz az evidencia számukra, amit ti már megéltek. De amíg ezt a kritikus tömeget nem éljük el, amíg mindig az anyaghoz ragaszkodunk, addig ez az úgynevezett aranykor nem következhet be. Tehát ehhez óriási csoportoknak kell változni, és ezeknek a körutaknak pontosan az az eredménye, hogy Szegedtől, Győrig, Pesttől mindenhova elmegyünk, januártól még többet megyünk, és egyszerűen ezek a kis világító tornyok egyre több helyen gyulladnak ki. Szeretnék hozzászólni. Az én hozzátennivalóm mindehhez, hogy a közösségépítés, ugye, amit olyan jónak érzünk, és szükséges, és nagyon-nagyon támogat mindenki, az csak akkor tud megvalósulni, amikor ezek a világító tornyok
találkoznak. Az az igazi közösség, ami már nem érdekközösség, hanem szeretett közösség. Nem. És ezért az az egy a fontos most mindannyiunknak, hogy önmagunkban valósítsuk meg ezt a magunkkal való belső elfogadást, megbékélést, mert akkor tudunk ugye világító tornyok lenni, és akkor tudunk ugyanilyeneket bevonzani, és azt a közösséget megvalósítani, ami az új világ közössége. Na most a közösség az ugye egyénekből áll, és most ugye igazából ideig mindig közösségekben gondolkodtunk. Most van először az, hogy közösségben kap segítséget, de minden út magadon keresztül vezet. Tehát ezt az alkímiát, hogy magadból a sárból aranyat gyúrjál, ez csak te tudod megtenni. Ehhez kell feladni az egót, az elme mindenhatóságát, és megtalálni benned magad azt, ami az arany. Az alkímia az nem kémia volt, hanem önmagunk megvalósítása. Mindenkiben ott lakik az a szeretet, amire azt mondja Jézus, hogy egyek vagyunk az Úrral, mert egyek vagyunk a szeretetben. Tehát gyakorlatilag az a tulajdonság, az az ős tulajdonság, amiről azt mondjuk, hogy az Úrral egyek vagyunk, amitől egyformák vagyunk, az a szeretet. És most még egyszer ezt a szeretet energiát ki fogjuk vesézni. A valóság illúzió bár a legmaghatsabbi fajtából. Mi már tudjuk, hogy a valóságot mindenki, a saját valóságát önmaga hozza létre. Ezt hívjuk komfortzónának, és ez olyan keményen ragaszkodunk, hogy ezért akár az életünket is adnánk. Nézzük meg Madács Homo Illusion című felvetését. A valóság, mindjárt önben a valósága, de hogy egy az igazság, nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet egy az igazság, mert ami nekem zöld, az a másiknak is zöld, de kérdezem én a vaktól, hogy neked mit jelent az, hogy zöld, ki születéstől fogva vak. Tehát ezek a megállapodások, ezek nem az igazságok, ezek csak részigazságok mindenkinek a saját valósága. David Icke mit ért a végtelen szeretet, az egyetlen igazság, minden más illúzió. Ugyanarról az energiáról beszélünk, amiből a világot lehetett teremteni. Ugye ha azt kimerjük jelenteni, hogy mindnyájan fényből vagyunk, és az előbb tisztáztuk, hogy a vákumtér tele van azzal a fekete fénnyel, amivel a gondolat segítségével minden a gondolattal jött létre a világban. Az om, az aum, ezek mind azok a mantrák, amivel rezgésképekkel ki lehet szakítani egy információ halmazt, és ez formát ad neki. Tehát a végtelen igazság, a szeretet, ez azt jelenti, hogy az egész univerzum működtető dolga az a magas szintű rezgés, amiből mi is teremtve lettünk. És ez a képesség itt van bennünk, csak meg kell élnünk azt a fajta szeretet rezgést, azt a magas szintű szeretetet, amiből képesek vagyunk teremteni. A harag is képes teremteni, úgy hívják, hogy betegség. Így van? Tehát a szeretettel, ha megélik a szeretetet, akik csodálatosan visszajöttek a halálból, a rák végső stádiumából, nem más csináltak, mint azt, hogy rájöttek, hogy mi a végtelen szeretet. Amikor elfogadták azt, aki gyűlöltek, akik haragudtak rá, hogy megadás van, megadom magam, Uram, neked, és most ne bibliai dolgokra gondoljatok, megadás, mert a sors azért adta nekem ezt, hogy fogadjam el, még hogyha nem is tudom elfogadni, és abban a pillanatban, hogy megjön a megadás, megjön a kegyelet, és akkor érzed a végtelen szeretetet, és akkor ez a szeretet így átható rajta, remélem, hogy nagyon sokan meg fogjátok érezni ezt az élményt, most, hogy nem is sokat akarok beszélni, mert a gyakorlat következne. Szeretet nélkül nincs élet, csak túlélés van. Hány ember úgy éli az életét, hogy megmagyarázza magának, hogy miért nem volt képes szeretni, mert őt nem szerették. És bárki néz ki reggel vissza a tükörbe, a csúnya, a szép vagy a rafinált, ne foglalkozz, ne ítéld meg, csak szeress, mert ő alakítja a jövődet. Ez vagy te. És higgyétek el, hogy ezt lehet, hogy nem szeretem, mert nincs más út. És ez nagyon nagy dolog, amikor egy nép, aki annyit szenvedett, egy emberi kapcsolat, amikor annyit szenvedtél, hogyha nem jössz rá, hogyha nem tudsz megbocsájtani, elfogadni, akkor beledög lesz. Ugye tudjuk, tisztáztuk, hogy az egyetlen dolog van az életben, a változás, az állandó változás, minden elmúlik egyszer. Én hiszek abban, hogy az emberek is képesek megváltozni. A saját életemben láttam, az az apósom, aki 20 évvel ezelőtt leköpött, mert mit tudom én,
ma süt nekem fölhívott, hogy mivel tudna nekem kedveskedni. Nem kellett semmi más, csak elfogadtam azt a szituációt, és tudtam őt szeretni, és az ember megváltozott tőle. Tehát amíg nyomsz valamit, az ugyanolyan erővel fog visszanyomni. És a szeretet nagyon csúnya szó rá, az egyetlen egy fegyver, amit tudunk használni a világban. Na, vége felé közeledünk, és egy kicsit egy Dalai Láma idézet, ami nagyon jellemző a mai emberekre, és ez úgy szól, hogy amikor arról kérdezitek, hogy mi az, amit leginkább meglepi az emberiséggel kapcsolatban, ezt válaszolta. Az ember, mert feláldoz az egészségét, hogy pénzt keressen, aztán feláldoz a pénzét, hogy visszaszerez az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az az eredmény, hogy nem él. Sem a jelenben, sem a jövőben, úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán. És ha meggondoljátok, akkor ez marhára jellemző a mi életünkre. Igaz, hogy most fiatal vagyok, már gyerekek, fú, én most már nő akarok lenni, férfi akarok lenni, autót, motort akarok vezetni, nem érezzük a gyerekkort, aztán elszaladunk a gyerekeink mellett, mert dolgozunk, nem érezzük azt a gyönyörű éveket, amit a gyerekkel tölthetnénk el. Aztán jön az időskor, akkor már félünk a haláltól, a betegségtől, nem élvezzük a gyönyörű, lemenő napnak van erejét. Aztán, amikor elvisznek, akkor talán az utolsó percben elkezdünk gondolkodni, hogy mit is csináltunk ebben a világban. Nincs is több képünk, ugye? Nagyon jó, még a VNTV-ről. Ki látott már VNTV-t közülete? Hoppá, azért ez ilyenkor dagad a szívem. Aki még nem látott, az meg írja föl, beüti az internet, hogy www.vntv.hu, és ilyen típusú gondolatokat ott fogod hallani, nem csak tőlem, hanem a meghívott vendégeinktől. A Természetgyógyász magazinban minden hónapban rendszeresen adunk tájékoztatás új dolgainkról, és aki hova szeretnélek meghívni benneteket, az a november 17-i eseményünk Budapesten, a Dürerházban, ahol a 27. kombucsa nap lesz, és arról szól, 15-e? Jó, bocsánat. Jó. Öngyógyító, szellem, lélek, test, öngyógyító nap. Ez a cím a rendezvénynek. És december 7-én, ja, nálunk természetesen olyan sokan vagyunk már, hogy megoldottuk, hogy az árusokból tudjuk finanszírozni a belépti díjakat, tehát megpróbáljuk ezt ingyenesen még most megtenni. December 7-én a Természetgyógyász Karácsonyi Fesztiválon tartok egy olyan előadást, hogy a Megérkezettek klubja, hogy hogyan lehet ezt az új világot felépíteni azoknak, akik már ezt a világító torony állapotába eljutottak, és ez nem egóból élik meg, hanem tényleg szeretnének a többieknek segíteni. És most jön az a rész, amit ígértem nektek. Mindenki próbálja meg teljes kényelembe elhelyezkedni. Nem baj, ha nem értek most hozzá a szomszédotokhoz, mert most ti vagytok a lényeg. Lábad helyére. Jó? Akkor szólok, hogy ne engedjenek be senki. Zsúlt parad, ő már csinált. Jó. Kicsit dobogunk, jó? A vér az élet. Jó? És most arra kérlek benneteket, hogy mindenki tegye oda a kezét, ahol én azt szeretném, hogyha rátennétek a combotokra a kezeteket, de ha szeretnétek összekulcsolni, akkor az is gyönyörűen működik. És most egy olyan fajta utazáson fogunk részt venni, ami egy kicsit másabb lesz, mint amit meditációnként hívtunk, mert nem elmegyünk valahova, hanem oda megyünk, ahol mi lakunk, elmegyünk magunkba befelé, meglátogatjuk azt a világot, ami szerintünk az igazi valóságunk, és itt nem kell csodálatos mezőket látni, semmit nem kell látni, csak érezni kell. Próbáljátok meg lecsukni a szemeteket, én veletek jövök. És először semmi más dolgotok nincsen, mint az, hogy érezzétek, hogy az ülepetek hozzáér a székhez. Érzitek még a combotoknak is egy részét, hogy felfekszik a széken. Aztán szépen elindulunk a lábunkon lefelé, aki tud mind a két lábában induljon el, szépen lefelé. Megérzed a térdedet, elindulsz lefelé, érzed a vállidat. Elérkezel a sarkadhoz,
érzed a talpodat, érzed azt a bizsergést, ami ott attól van, hogy az előbb dübörögtünk rajta. És nem mondom, mit érzel, hogy ez bizsereg, színt érzel, meleget érzel, szurkálást érzel. Lényeg az, hogy érezzél. Most elindulunk szépen fölfel, ugyanúgy, ahogy jöttünk. Ha tudod, akkor mind a két lábad vagy erre fölfel, ha nem tudod, akkor legalább csak az egyikben. Jössz fölfelé, eléred a tért kalácsodat. A combot külső részén megyünk, megtalad azt a pontot, ahol a tenyeredet feltámasztottad. Jössz a combodon fölfelé, és elérzed a törzsedet. Most még egyelőre kívülről utazunk. Érezzük kívülről a hasfalat. Szép lassan, nem kell gyorsan. Ahogy érzed, hogy ez a valami jön fölfelé, ez a te megfigyelő kér, ez a te kis tudatosságon. Elérted a hasüreget, felső részét, már akár a tüdő külső részét is érzed. Érzed a melleidet. Nem foglalkozol vele, csak jössz fölfelé. Elérkeztél a vállathoz, és a torkon fölfele megyünk. Eléred a gigádat, és úgy érzed, hogy kell nyelned egyet. Nyugodtan nyelj egyet, és már is fenn vagyunk a szájüregben. Érezzük a fogainkat, érezzük a szánkat. Nem foglalkozunk bele, csak érezzük. Fent vagyunk az orrunkban. És megfigyeljük a légzésünket, hogy szívjuk be a levegőt. Majd megfordul a levegő, és kiáramlik az orrunkon. Megérezzük azt a kis pontot az orrunk hegyén, ami egy kicsit úgy bizsereg. Ez az érzékelő pont, ami idáig is vezetett bennünket. Most az orrunk külső vonalán elindulunk fölfelé, és érezzük a szemgolyónkat, kicsit feszít, kicsit lüktet, de semmi kellemetlen. Kimegyünk a homlok peremére, és érezzük az egész homlokunkat. Kicsit feszít, kicsit fényes, mindenkinek más és más lüktethet. És egy óriási ugrással fölkerülünk a fejünk tetejére. Ezt érezheted körbe-körbe, mint hogyha egy kis tó lenne a fejed tetején. A fejtetőn érezhetsz lüktetést, közösséget, meleget. Teljesen mindegy, mit érzel, csak érezzel valamit. Most megengedjük magunknak, hogy a tarkunkon keresztül leereszkedjünk a nyakszirtén, és belépünk a gerincünkbe. Ez egy nagyon érdekes utazás lesz, csak kövess, menjél lefelé a gerinceden, és érzed, hogy mintha valamilyen liften mennél lefelé, ahol mész lefelé, és vártakozva, mintha fények lépnének ki, ahogy a csigolyákon keresztül mész lefelé. Nem kell tudnod, mi ez a csigolya, csak az élményt érezed, ahogy a gerinced mentén mész lefelé. Szép lassan. Megérzed a kerescsontodat, megérzed megint az ülepedet, és itt megint belépünk, és megérezzük a genitáliánkat. Ott érezzük a meleget, a feszítést. Ezek vagyunk mi. Láthatsz színeket, érezhetsz. Csak figyelj meg. Most elindulunk szépen megint, most már nem kívül, hanem belül, a hasüregbe. És a belek érdekesen másabb érzést adnak, mint a testünk más részei, akár feszíthetnek, akár gázosodhatnak, akár nyúlhatnak, kenhetnek, mindent csinálhatnak, ez mind te vagy. Elérted a gyomorhoz. A gyomor kicsit lüktethet attól függően, hogy mennyi táplálék van benne. Érzed a májadat, amint ott van. Kicsit feszíthet. A májunkat nagyon el szoktuk terhelni, de most nem a májat érzed, hanem a máj tájékán érzel valami szint, meleget, feszítést.
a légzőcsövükünk feljövünk. Nyugodtan most megéljük annak a valóságát, hogy levegőt veszünk. Elérkezünk a torkunkban, megint bátran nyelj egyet, mert innen tudod, hogy jelen vagy, és követed az utasításokat. Most egy óriási utazást teszünk, beugrunk a koponyánk közepébe, és ott valahol a mélyén egy kis apró pontot találunk. Nem kell feltétlenül fényesnek lenni, de meg kell figyelni. Figyeled. Egy kis gömböt érzel, és hogy figyeled, ebben a kis gömbben elkezd fénygyulladni, világíthat. Ha nem világít, akkor meleget adhat, bármi, de érezd, hogy elkezd kiteljesedni a koponyád felső részét eléri. És most ugyanazon a ponton keresztül, hogy az előbb érezted a fejtetődet, érzed a skalpodat, de ez a fény most belülről jön, ez a melegség belülről jön. Ez vagy te. Ez a belső fényed. Nincs semmi más, csak ez a fény, ami belőled árad. Érzed a homlokod lüktetését, a szemed lüktetését, vibrálását. Ez most belülről jön, ez a fény. Figyeld meg, ez bármikor megkaphatod ezt a fényt. Nem kell ennek elmúlnia, tehát nyugodtan ott tudod hagyni ezt az érzést, de magád a figyelmeddel most újból elindulhatsz a tarkod irányába, és kívülről még ugyanúgy látod ezt a fénycsóvát. Az enyém egy kicsit kúp alakú, és fölfele kiárad a fejemből, és közben melegséget érzek. A legcsodálatosabb az ez ebben a dologban, hogyha tudsz figyelni, akkor ettől a ponttól kezdve mindent érzel egyszerre. Érzed a talpad, ahogy hozzáér a talajhoz. Érzed a combodat, ahogy hozzáér a kezed. Érzed az ülepedet, ahogy a székhez ér. Érzed a hátadat. Érzed, ahogy a levegő áramlik benned. Most vagy jelen. Most itt vagy. Ez vagy te. Nem sokat voltál még ebben a világban, mert mindig valahova máshol mentél el. De most már tudod, hogy ez itt van belül, és ez te vagy. Ezen belül el tudsz menni bárhová. Most ne hallgass rám, csak érezd, amit érzel belül. A vibrálást, a feszítést, a meleget, a biztonságot, ahogy hozzáérsz a talajhoz, a hátadhoz. És hogy mindig a fejed tetején érzed ezt a gyönyörű fénycsóvát, amit csináltál, és nem kell világítani, csak a melegét kell érezni. Most, amikor elvesztetted a fonalat, mert nem egy pontban vagy, hanem az egész testedben mindenütt jelen vagy, most mégis arra kérlek, hogy találjunk meg egy pontot a testeden, mondjuk az orrod, és figyeljünk arra, hogy szívod be a levegőt, és kifújod a levegőt, és amikor kifújod, akkor egy pontot érzel az orrod hegyén. Ez lesz az a figyelő pontod, ez a te tudatosságod pontja, amivel végig szkennelted a testedet kívül-belül. Csak azt kell megjegyezned ebből az egész meditációból, hogy oda tudsz figyelni a légzésedre, akkor megtaláld azt a pontot mindig itt az orrod hegyén, vagy az orrod alatt, ami érzékenyé válik, és ezzel a kis ponttal tudsz végigmenni a testedben bárhová. Most csak figyeld meg ezt a kis bizsergést, ami ott jelen van az orrod alatt. Köszönöm. A
szemed elkezdett már egy kicsit vibrálni, feszíteni. Lassan ki fogod nyitni a szemed, de ugyanúgy az érzést, ahogy itt jelen vagy, azt megőrizheted, hogy érzékeled a tested minden pontját, ahol tapasztalásod van a székkel, a talajjal, a kezeddel, a bőröddel. Érzed, ahogy a homlokod egy kicsit nedvesebb lett, érzed a hajadat, érzed a fejtetődet. Ez a lényeg, hogy érezzél, tapasztaljál. Ez egy nagyon kellemes állapot, és nem is szeretnélek belőle titeket kibillenteni, mert én is órákig szeretek ebben az állapotban lenni. Nem is kaptatok egy kulcsot, hogy hogy lehet ezt elérni. És nem lesz baj, hogyha az első alkalmakkal ti beszéltek magatokhoz, és ezt a kis vonalvezetést végigkövetitek. És utána kialakul a gyakorlat, hogy folyamatosan utazzatok a világba, a belső gyönyörvilágotokba. Aki szeretné, kinyithatja a szemét, aki még szereti lecsukva tartani, az meg tartsa lecsukva a szemét. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan életetekben először most tapasztaltátok meg, hogy mi is az a meditáció. Mert én is nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az, én a csillagok között jártam, de magamban sose tudtam járni. Köszönöm nektek! És bárki, aki szeretné megosztani velünk azt, hogy mit tapasztalt, mit érzett, annak szívesen adunk egy mikrofon, de nekem az is nagyon jó, hogyha látom az arcotokat, és látom, hogy merre jártatok, hol voltatok. Te mit éreztél itt mellettem? Én ezután a nap után, így most a végén, jó érzés volt. Csak lenni. Jelen lenni önmagamban. Csak végigfigyeltem az egész napot, és most jelen voltam, mert téged figyeltelek. Nem, amit közben beszéltél. És ugye így kerültem most, így magamba. Neked milyen élmény volt? Nem neked, a hölgyek mellett. Hát nekem is nagyon csodálatos volt megtapasztalni tényleg, hogy hátgerincen, ahogy végigmentem, majd belőle, ahogy végigmentem a beleket, a májat, tüdő, légcső, hogy az agyba följöttem. Először egy kis pont volt, majd egy fekete pont, aztán befeketedett az egész, majd úgy szépen lassan kifényesedett, és akkora nyomás volt benne. Nagyon jó volt. Igen. Direkt pizsergett, meg a fény, ahogy az a fénycsóva föltört. Nagyon szép volt. Ott van a gyökérpontunk, a súlypontunk az agyalapi mérénél, a hipotalamusznál, és hogyha azt meg tudod figyelni, akkor be tudod gyújtani ezt a gyönyörű fényt, amire életeken át várunk, hogy világosodjunk. Ezt te magadnak el tudod intézni egy egyszerű meditációval. Csak egy gondolat, hogy egy idő múlva elfelejtett, hogy mi a máj, mi a nyelőcső, csak tapasztalsz egyelőre. Ez egy vezetett meditáció volt, de az a lényege csak, hogy ne a gondolataidra figyelj, hanem rá figyelj. És egy idő múlva eleget gyakorolsz, akkor a gondolat megszűnik, és csak az érzéseket tapasztalod. Meg. Köszönöm. Ki szeretne még? Add tovább a mikrofont, létszés. Szeretne valaki még elmondani valamit? Tudom, ez nagyon intimitás, hogy ki mit érez, azért köszönöm, hogy ezt megosztottad, mert ez erről nem szeretnek az emberek beszélni, mert furcsa a számukra, hogy van bennünk egy másik világ, amiről nem is nagyon tudtak idáig, hogy együtt éltek vele, és nem a gondolataik, hanem valami sokkal több. Én elég rövid leszek, mert nekem az volt hatalmas élmény, hogy első ízben éreztem meg azt, hogy belülről élek kifele.
Tehát, hogy feszít, ahogy mondtad, feszít, vibrál, de belülről feszítettem, vibráltam kifele, és a koronacsakra még ugye mindig érzem, az valószínű, hogy sokáig is érezni fogom, tehát annak a vibrálását. Nekem ez az a belső... Borzogok, ahogy mondja, mert közös élmény. Belülről élek. Minden belül van. Hát minden belül. És ahogy mondtad, hogy egyszerre éreztem, már mikor kivilágosodtam, tehát egyszerre éreztem a talpamat, tehát a testrészeimet egyszerre éreztem, a talpat, ahogy mondta, például a nyakszirtemet, a fejem koronacsakra, a ruha, ahogy hozzáér a testemhöz, ezt egyszerre tudtam érzékelni. Előtte még csak részletekben. Tudjátok, ennek az előadásnak az az egész lényege, hogy annyit hallatok már dumálni embereket, mert szépeket nagyon sokan tudnak mondani. De pontosan az a korona ezen az egészen, hogy a tapasztalás, hogy ti vagytok azok, akik lényeként, és innentől vagyunk egyek, mert mindenkinek, most képzeljétek el, hogy itt ülünk 120-an, és ez a tapasztalás az emberek nagyon nagy részében megjelen. Ki volt, aki semmit nem érzett? Van olyan? Nem hiszem el. Nyugodtan tett fel a kezed. Na hát ilyen csoda nincs egyébként sűrűn, hogy ennyire. Én elárulom nektek azt is, hogy ideig én ezt két embernél többen nem csináltam soha. Mert két emberre tudok egyszerre figyelni, hogy mi zajlik bennük. Hogyha egy emberrel elkezded csinálni, akkor már megérzed, hogy a másikban mik zajlanak le, akkor akár megérzed a kis betegségét, vagy akármiért. De először magadba tanuld meg, és utána a legtöbb, amit adhatsz másoknak, hogy csinálsz egy ilyen közös kis, ne hívj meditációnak, hanem megérzed önmagadat. Tehát azért mondtam az előadás elején, hogy nem csak szöveg lesz, hanem tapasztalás is lesz. És tulajdonképpen az éber tudatosság, az éberséged volt az, ami végig követett a testedben, és pontosan az elmét ki volt kapcsolva. És azért kellett most ez a kis technika, hogy én vezettem, mert rám figyeltél, és nem az elmédre figyeltél. És amikor megtapasztaltad az érzést, onnantól fogva az elméd már félrevonult, mert az sokkal fontosabb volt, sokkal újabb dolog volt benned, mint amit idáig valahogy tapasztaltál. Parancsolj! Még a szabad elmondom én is. Én elég sokat meditáltam már, különösen agykontroll technikával, de ez teljesen más volt, és valóban a megtapasztalás volt, és hatalmas élmény volt, hogy sikerült megélnem azt, hogy a fény nekem láng formájában, mintha egy fákja gyulladt volna ki, és amikor fölért, mint egy láva folyt le, és mintha valaki hátulról, mintha egy ilyen alpinista vitte volna le végig. Ez szenzációs volt, én nagyon köszönöm. Köszönöm, és ez a tiétek már. Igen. Tehát ez, hogy ez a tiétek, tehát ez nem Jakab István, hogy ez holnap te megcsinálod magadnak, és a környezetedben, és gyakorol, és utána mindenkinek, akit szeretsz, add tovább. Ennyi a tapasztalat. És ti vagytok az első, higgyétek el, kombucsa napon meg fogom csinálni, hogy 1000 ember lesz, de szerettem volna egy ilyen kis közösségbe először, és nagyon köszönöm ezt a visszajelzést nektek, mert kísérleti viszik voltatok. Köszönöm szépen. Akkor ennyi volt. Én nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és te is kapsz egy kis ajándékot.